Lesz Hungary NB2 29. fordulója következik. Videóton második csapatához látogat a Gyirmó csapata az utolsó előtti fordulóba. A mérkőzés előtt Kiprik Józsefet kérdeztük a esélyekről. Milyen esélyekkel látogat a csapatunk felcsútra? Hát én úgy gondolom, tehát a videóton is erre többször láttuk, egy nagyon jó játszós csapat. Én azt hiszem, hogy egy nagyon jó mérkőzés fogunk velük játszani. Mi is játszunk a fotbalt, nem lesz egyszerű, mert azért nem véletlenül vannak a második helyen, meglátjuk. A Gyirmóti mérkőzésen ugye össze 4-0-ra vertük őket, akkor nagyon jól játszottunk, igaz, akkor sok visszajátszó volt. Mire számítasz most? Fiatalokkal jönnek, visszajátszók jönnek? Hogy jönnek? Hát én úgy gondolom, hogy a videótól első csapat az már elment a szünetre, tehát én a fiatalokra számítok, de ért már minket meglepetés a Ferencváros ellen is. Mi a helyzet a csapat házatáján? Ugye nem alakultak túl jól a dolgok a héten. Hát sajnos van két sérültünk, a Baumgartner és a Homonyik. A Polyár Gábor azon múlt héten beteg volt, lázas volt, tehát ő most jött vissza, ő még nincs abban az erőben, amiben kell. De én úgy gondolom, hogy erős csapattal fogunk kiállni. És hogyan állunk a feljutással? Mi a véleményed erről? Hát nézd, itt volt a kezünkben a sorsunk, mi ezt eljátszottuk, hogy ezt a sors visszaadja vagy nem, azt majd meglátjuk, de én úgy gondolom, hogy a Bécsnek van esélye most a feljutás. Mi lehet még az esélyünk? Hogy számogattatok a héten? Hát akkor van esélyünk, hogyha kikap Szigetszent Miklóson, mi nyerünk a Vidinél, és az utolsó meccsen a Veszprémet fogadja, aki el akarja kerülni a kiesést. Jó, és a hétvégén egyébként mire számítasz eredményben? Hát nyilván, hogyha már meccs van, bajnoki meccs, én mindig nyerni akarok, én úgy gondolom, a csapat is nyerni akar, bár a múlt héten is nyerni akartunk, meglátjuk. Köszönjük szépen, Kiprik Józsefet hallottuk a Gyirmó TV-ben. A mérkőzés előtt Vejter Ádámot, csatárunkat kérdezzük, hogy milyen esélyeket lát a holnapi mérkőzésre. Nagyon nehéz mérkőzés lesz. Itt van mondjuk egy teljesen más meccs volt, a hazai 4-0. Nagyon jó erőkből állt akkor is fel a videóton. Most sokkal az ebben közös számítok, sokkal kisebb lesz a pálya. Jobban szerepelnek ebbe a szezonba, úgyhogy nehéz meccsre számítok. Mit gondolsz, van esélyünk nyerni? Mindenképpen. Bár nincs jó formában a csapat, nem volt nagyon sikerélményünk az elmúlt három fordulóban, de bízom benne, hogy most változik. És meg tudjuk verni a videótont. Kevés gólt rúgunk. Ugye mi lehet ennek az oka? Régen az volt ránk jellemző, hogy minden meccsen rúgtuk a gólokat, többet is, most pedig kevés gólt rúgunk. Mi a probléma szerintem? A kevés helyzetet is alakítunk ki, az a probléma. Jól felkészülnek ellenünk a csapatok, eléggé visszaállnak, nehéz fel megbontani őket, emiatt talán kevesebb a helyzet és kevesebb a gól is. Holnap mire számíthatunk tőled? Egész héten beteg voltál, lázas is voltál, a mai edzést is kihagyod. Fogsz tudni játszani? Szükség lenne a játékodra? Nem, bízom benne, hogy holnap jobban leszek, mert tényleg egész héten lázam volt és elkapott egy vírus. Gyógyszert még szedek, bízom benne, hogy holnap tudok játszani. Meglátjuk a vezetőedző, hogy dönt. Akkor mire számíthatunk a véleményed szerint? Mi lenne jobb, ez a egy csatáros vagy inkább a két csatáros játék a Lakival? Neked mi tetszene jobban? Mindig két csatára szerettem játszani, tehát a csatárnak úgy könnyebb. Bár de ez a vezetőedző dolga eldönteni, hogy milyen taktika állunk fel. A Baumgartner Attila se lesz, ő eddig meghatározó volt a középpályán, megsérült. Az én játékom is kétséges. Ki tudja, hogy a Momóra holnap vagy számít, ezt majd ő elvinti. És tőled is megkérdezem, amit a mestertől kérdeztem, hogy a feljutással szerinted mi a helyzet? Van még egy valamennyi esélyünk, vagy ez most már eldőlt? Hát azért nem adja fel a csapat, bár kétségtelen, hogy a sorsunk nem a mi kezünkben van. Rossz ránézni tényleg a csapatra most. Tehát mindenkit nagyon megfogott, hogy kiadtuk a kezünkbe a lehetőséget, mert most már nem látjuk múlik, de azt kell mondjam, hogy rajtunk volt, és ez nagyon fájó. Tehát mindenki úgy van vele, hogy
Szerintem kicsit el is hittük már, hogy ezt nem tudjuk elrontani, és elrontottuk. De a remény hal meg utoljára, lehet nekünk is szerencsénk, az égen nekünk is segíthetnek, bízunk ebben. Tehát kijelenthetjük, hogy a csapat nem adta fel, mert akarjátok nyerni ezt a két mérkőzést, és aztán már meglátjuk, hogy ez mire elég. Persze, természetesen sportemberek vagyunk, ki így állunk hozzá. És akkor végezetül azt hadd kérdezzem meg, hogy miért számít az holnap Felcsúton. Nagyon szoros meccs lesz, de biztos, hogy nyerünk egy góllal. Köszönjük szépen, Vejtner Ádámot hallottuk a Gyírmod TV-ben.